mai videóban meglepem a legjobb barátomat egy több mint 500 000 forint értékű ajándékkal, amit ráadásul csak így be fogok csempészni a lakásában, úgyhogy ő éppen nem lesz otthon, és a következő alkalommal, amikor hazaér, pedig pont közösen fogunk hozzá menni, és hát látni fogjuk, hogy mi is lesz erre a reakciója. Nyilvánvalóan Vence30-ról van szó, akit már ismerhettek videóból, na de hogy mi a francot is fogok neki venni, és miért? Hát az a helyzet, hogy Vence30-nak jelenleg egy eléggé gyenge laptopja van, rengeteget panaszkodik, hogy a játékok nem futnak el olyan jól rajta, laggol, meg mit tudom én. Ezen kívül pedig egy Xbox One-ja van, ami szintén nem nyerné meg a világ legújabb dolga nevezetű díjat. Hára létezik ilyen. Illetve soha nem volt még asztali gépe, úgyhogy már alapvetően tök jó lenne neki egy új számítógép. De ráadásul egy ideje már Vence30 vágja a videóimat a Hunter csatornámon, hogy én még inkább tudjak erre a csatornára fókuszálni. Például amíg elutaztam nyaralni, addig ő minden nap járt ide és vágta a videókat az én gépemen, mert ugye a sajátján ez lehetetlen. Úgyhogy azért ez is egyszerűbb lenne, hogy csak így otthon leülését tud így megvágja. Illetve mostanában többször beszélget már arról is Vence30-ról, hogy vannak egy kicsikét hosszabb távú tervei is, de ezeket még nem spoilerezem le, emiatt is nagyon jól jár azzal, hogy van egy saját gépe, az a lényeg. Igen! Úgyhogy megbeszéltem Vence30 szüleivel, hogy a mai napon Vence30 nincsen otthon, én pedig átmegyek hozzájuk, és akkor összerakjuk ott szépen a gépet. Másnap napközben pedig találkozunk Vence30-szal, és együtt megyünk majd hozzá, és megnézzük, hogy mi lesz a reakciója, közben ő remélhetőleg nem megy haza. És hát egy jó pár napja meg is rendeltem már a gépet, viszont egyelőre még nem. Várjatok, csörög a telefon, mindjárt jövök. Jó napot, futár vagyok. Futár? Igen, hoztam a csomagját, elég nagy csomag, ami belőle kifizetett. Á, és fel tudja esetleg teleportálni a csomagot? Megpróbáltam. Valahogy így gondoltam, igen. Szóval srácok, itt is van az egész gép, itt a tápegység, maga az összeszerelt gép, hogy ki és hogyan varázsolta össze nekem ezt a gépet, úgyhogy már semmit sem kell csinálnom, arról majd beszélünk, és természetesen egy hatalmas nagy 144 Hz-es monitor. És mivel sajnos a teleport lefele nem működik, ezért cipeljük le ezeket a kocsiba, és vigyük is el Vence30-nak. Mi a szarért nem oda rendeltem? Meg is érkeztem tehát Vence30-hoz, megbeszéltem a szüleivel, hogy mivel ő azon a napon nincs otthon, ezért átmegyek hozzájuk, összerakom igazából a gépet, és másnap pedig Vence30-szal napközben találkozok, és együtt megyünk haza hozzájuk. Úgyhogy ez egy tökéletes lehetőség volt, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, nem maradt más hátra, mint összerakni a gépet, összeszerelni a monitort, hasonlókat. Úgyhogy ezt igazából gyorsan meg is csináltam, és... ja? Nem. Akadtak némi bonyodalmak, maradjunk annyiban. Nyilván a kamera is el, nem tudom, mi tud még eldőlni. Na de amíg én itt szarakodok, addig gyorsan elmondanám, hogy hatalmas dolgokkal készülök nektek is a közeljövőben. Hasonlóan értékes, hasonlóan durva dolgokat tervezek majd nektek a feliratkozóimnak is adni, úgyhogy ha esetleg még nem vagy feliratkozva, akkor mindenképp zúzd be a feliratkozás gombot, ugyanis képzeljétek el, hogy a csatorna nézőinek a nagy része még nem tette meg ezt. Tényleg csak egyetlen kattintás, amivel hatalmasat tudsz nekem segíteni, és nagyon-nagyon durva meglepetésekben lehet részed a közeljövőben. Csak mondom. Hát egy kicsit megdemicselődött ez a doboz, illetve itt van még egy kábel, illetve a gépházban is tulajdonképpen az összerakott gép is benne. Úgyhogy már csak ezt kéne kibontani. Azt a rohadt, ez mekkora. Úristen, very big. Na, úgyhogy végeztem is a géppel, nem maradt más hátra, mint hazamenni, lefeküdni a bánatba és várni a másnapot, valamint itt már azért izgultam elég rendesen, hogy na vajon most mit fog rá reagálni, nehogy közben véletlenül is hazamenjen, de szerencsére minden jól sült el, úgyhogy indultunk is másnap hazafele Vence30-hoz, Vence30-szal. Jó napot! Jó napot! Viszont nehogy azt higgyétek, hogy minden olyan egyszerűen működött. Természetesen Vence30 úgy döntött, hogy egyből már be akarna menni a szobájába, amikor még én nem is figyeltem oda a kamerával, és így... Ne odatedd, most várjál, ne odatedd, ide tedd a máskóra. Ide. Ne vidd be a szobájába. Te is odatedd. Hova? Valami ózonozol? Igen. Azóta se tudom, hogy mi a bánatom az ózonozás, de szerencsére ez a dolog működött, viszont ugye így még egy ideig nem mehettünk be ténylegesen a szobába, úgyhogy még egy kis izgulás következett. Mert én megkértem, hogy mutassa meg. Ja? A kamerája. Igen. Igen, mert annyira merő a kamerája. Igen, azt mondom, is láttátok. Nem. A azt mondja, hogy ő azért ne bírja ezt a kamerát, mert olyan kicsi, hogy ezen a kicsin kell nézni.
Na de végre eljött a pillanat, itt pedig már Vence 30 éhes volt és be sem akart menni a szobába, de legalább addig el tudtam rejteni a telefonomat, hogy két szögből láthassátok majd az attrakciót. Itt vagyunk már. Vence 30 kint van, de mindjárt jön. És hát jó pár perccel később végre valahára Vence 30 elindult a szobája felé. Nem! Mi a szar? Ezt anya tudtál, Dagesz? Nem, csak úgy beszpónoltam a házba. Hát ezt a mindest erre nem számítottam. Ez hogy? Ez ugye, hogy? Ugye beszpónolt a gép. De hogy? De ez hogy szólnod ide? De mi, és mikor? Meg ezt kiraktál össze, meg... Hát én. Nem. Atya úristen, és itt most felvesztem a teszek. Hát most sajnálom, de most így vagy, hát most mit csináljak vele? Úristen, és még itt is van egy kamera. Ezt most beraktam oda. Két szögben is meg lesz elősökítve. Atya világ, Jézus Mária. Na mit szólsz, tesó? Hát... El se hiszem, tényleg. Mit szólnál, hogyha nem működne? De ezt anyáékkal megbeszelted? Igen, ide jöttem tegnap. Ja, mikor én nem voltam, és tényleg ide jöttél. Úristen. Atyavilág. Meg nézzük, hogy... Hát nézzük, hát ezt nézzük meg. Első bekapcsol, második. Igazából már azért megnéztem, hogy biztos jó. És jó? Úristen. Ha felmegyek, az én egy fóra. Felmegyél amúgy, igen. De most a mindegy egyébként. Atyavilág. Hát most nem érzem, most erre, és mekkora monitor van, te jó ég. Jó. Úristen, mennyire jól néz ki, basszus. Ez ilyen jó hangja van, ilyen. És milyen ekél van hozzá? Ilyen gamer. Milyen kövér egyébként az ekél. Hát az a jó játszó. Milyen kövér. Anyád, azt a mindenit, és milyen világítás van benne. Ez nagyon komoly, az én is meglepődtem egyébként. Igen? Ott már ott is van egy volt abban a pillanatban. Atyavilág, tesóm. Ez hihetetlen, de... Mindenre számítottam, de erre nem. Most tényleg, úristen, köszönöm. Úgyhogy ahogy látjátok, természetesen Vence 30 nagyon-nagyon örült az egésznek, illetve nagyon meglepődött, hogy egyáltalán hogy az Istenbe történhetett ez, hogy ez így oda került, nem tudta hirtelen összerakni, de nagyon-nagyon örült, amit nagyon-nagyon jó volt látni. Ezt srácok, ezt teljesen hiszem, tényleg. Mindenre számítottam, és nem számítottam igazából semmire nem számítottam. Beszéltük ezt ugye Hunterrel, hogy majd lehet, hogy valami gép vagy ilyenek, de hát tudjátok, gondoltam, hogy majd így kinézzük, vagy kitaláljuk, vagy ilyenek, és majd akkor egyszer csak lesz, vagy ilyenek. Jövök haza, és ide spawnol a szobámba, értitek? Ez tényleg... Hát ennek most nagyon örülök. Viszont akadt egy kis probléma, wifi az a számítógépekben így nincsen, tehát internet kábellel van csatlakoztatva általában a hálózatra. Ja igen, most a wifi az nincs. És mivel Vence 30-ig lakásában a router az eléggé messze van Vence 30 szobájától, ezért el kellett mennünk a francba internetkábelt vásárolni. Már srácok, most itt vagyunk az autóban, ugyanis természetesen nincsen internet a gépen rajta. De ettől függetlenül Vence 30-ig reméljük, hogy nagyon örülnek, és mindjárt... Nagyon örülnek, igen. És mindjárt valahogy azt is megoldjuk, hogy legyen egy internetkábel, amivel mondjuk még az internet is működni fog, ami mondjuk annyira nem árt egyébként. Tehát, hogy ez így tök jó, hogy így van rajta egyébként. Tehát, így, mit szólsz hozzá, hogyha még az is lesz? Tök jó amúgy ez a gép így magában, de csak így nem tudunk rajta sok mindent csinálni. Úgyhogy igazából most még nézegetni ezt is egy plusz kis kocsikázást is még körbeiktatunk. Ez itt a vezetős vlog. Vezetős vlog! A few moments later. Van írva feketén-fehéren 3600 forint. 5 méter. De tesó, hát akkor miért van odaírva a 10-hez? Ó, de jól leáll***tunk, tesó. Elrontották a kiírást egyébként, tehát rossz helyre volt kiírva az, ami kellett volna nekünk. Most itt vagyunk fél órájában a hülye médiamárban, és egy szoros lankábelt akarunk venni, ember. 2000-ért vegyünk egy ilyet? Ez mi? Fia, azon kiírva, hogy Speedlink legatos tököm tudja, az beriasztottak, tesó. Aztán belebotlottunk egy ilyen túl jónak tűnő ajánlatba, hogy egy felhallgatót vásárolhattunk volna 2000 forintért. Ez mennyire lehet fasz egyébként? Itt van ilyen leírása is. 1,8 méter a kábel. Hát az tökéletes. Nem tudsz felállni. Persze nem tudsz elmenni húgyozni, úgyhogy húzod magad után a kábelt, de hát tesó, hát nagyon olcsó. Mondanám, hogy erre nem tudtunk nemet mondani, de annyira gyanús volt valamiért, hogy 2000 forint, hogy úgy döntöttünk, hogy egy ilyen szerencsekeréken döntjük el, hogy megvegyük-e vagy nem. Egyes az, hogy megveszünk, kettes az, hogy nem. Jó, és én pörgessem? Nem, én. Az már pörög is. Gyerünk. Na.
Meg. Jó, hát igen. Szegény legátos gaming. Amúgy kicsit fáj a szívem. Ilyet láttam már, hogy 2000 forintba kerül valami. Hogy az volt, hogy gyanús, hogy 2000 forintért biztos, hogy valami kiszeded, és így összeszakad az egész. Vagy tudod, olyan, hogy így felvesz a fejedre, és ilyen prank, hogy így megráz, nem tudom. Úgyhogy végül szegény fejhallgatót nem vettük meg, viszont a kábelt beszereztük, úgyhogy indultunk is vissza Vence 30-hoz, és végre minden tökéletesen működött. Szeretném nagyon szépen megköszönni a Mizu Computernek, ugyanis tőlük tudtam egy kicsit olcsóbban beszerezni magát a gépet, illetve előre össze volt rakva, fel volt telepítve, szóval nekem ezekkel a dolgokkal, amikhez egyáltalán nem értek, nem kellett bajlódnom. Ha jól tudom, weboldaluk nincsen, de hogyha szolnokiak vagytok, vagy Szolnok közelében laktok, akkor mindenképpen érdemes benézni hozzájuk, hogy esetleg számítógépet, laptopot, vagy bármilyen perifériát, egeret, billentyűzetet, hasonlókat akartok beszerezni. Illetve, ahogy már a videóban említettem, érdemes feliratkozni a csatornára, ha még esetleg nem lennél, ugyanis tényleg nagyon durva dolgok várnak rátok, valamint ha tetszett a videó, nagyon megköszönöm, ha jelzed ezt egy lájkkal, megosztod haverjaidnak, vagy esetleg kommentelsz. Közben pedig már amúgy eltelt egy kis idő, és Vence 30 pedig véglegesítette a setupját. Egy pár hete már használom a gépet, és azt kell, hogy mondjam, nagyon király. Vettem hozzá egy-két kiegészítőt is. Egy ilyen nagyon szép egerpadot választottam magamnak. Itt, hogyha megnézitek, a falba is vannak ilyen piros dolgok, és eléggé megy hozzám, meg itt a gépnek itt az alján is, ha megnézitek, itt is egy piros csík van benne. És ezeket a hangszórókat nem a legjobbak, de ezeket választottam még hozzá. Világítanak igazából. Ez az, amit tudnak, és ugye itt van el lett helyezve a gép, már be is van dugva természetesen a Stumble Guys-hoz a kontroller. Ott van mellette egy ilyen kuka, senkit nem érdekel, és a srácok ilyen lett a setup, egy kicsit is ki is zoom, ezt nem csináljuk, mert ez így nem lesz jó. Nagyon örülök neki, nagyon jól lehet használni, szerintem nagyon jól néz ki.